megmondom őszintén, hogy kicsit illuminált állapotban sikerült az egyik barátnőt leakasztanom, akire ráakaszkodva azt mondtam, hogy nem-e tudná valami jó kis barátnőt nekem, mert hát kicsit magányos vagyok. 2007 nyarán ismerkedtem meg Ákossal, úgy mutattak be minket a Club Expresso-ba, az egy ilyen jó kis szórakozó hely kis tereken, és már kezdettől fogva szimpatikus volt, megnevettetett, őszinte volt, és úgy tetszett, hogy ő magam lehetek mellette. Hát úgy is alakult a dolog, hogy megismerkedtünk a helyi pubban, és utána meg csak elkezdtünk beszélgetni, ismerkedtünk. És ahogy elmentem a megbeszélt időpontba a presszóba, még emlékszek is rá, hogy összefutottunk a parkolóba, de úgy elmentünk Ákos egymás mellett, de nekem valami így a képek alapján úgy feltűnt, hogy szerintem ő lehet az. És így az éjszaka folyamán táncolgattunk a lányokkal, és akkor egyszer csak oda jött hozzám Ákos. Nagyon kedves volt, mindig vette a poénjaimat, ez ugye nem hátrány, hogy egy férfinak nevetnek a humorján, vagy a viccein. Úgyhogy nagyon egy hullám hosszú voltunk, úgy gondolom. Február 14-én, ugye Valentin nap volt, csak arra lettem figyelmes, hogy jön haza autóval, és amikor csapódott az ajtó, ugye leskelőztem, mert volt egy furcsa megérzésem. Egy február 14-i napon mondtam neki, hogy van egy kis dolgom. Elmentem virágé, vettem egy üveg pezsgőt, és elég viccesen értem haza, mert kicsit náthás volt, és még a feje is be volt csavarva. És akkor láttam, hogy kiemel az autóból egy vörös rózsacsokrot, illetve látom, hogy egy pezsgős üveget, és akkor már sejtettem, hogy valami készült. Nem nagyon tudtam mit mondani, mivel nem, úgy gondolom nem vagyok a szavak embere, úgyhogy inkább cselekedtem, letérdeltem, és megkérdeztem tőle, hogy hozzám jönnél a feleség. Még puszit is adtunk egymásnak, amikor egyszer csak letérdelt, és mondta, hogy még mást is hozott nekem, és ezzel a lendülettel megkérdezte, hogy leszek-e a felesége. És persze igen mondott. Egymás vállaiba vorultunk, és 5 perc sírtunk. Csodálatos volt. És még ki sem mondta magát a kérdést, de én már rögtön mondtam, hogy persze, 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 mert tudtam, meg olyan boldog voltam, hogy el is sírtam magam. De hogy hogyan is képzelem a jövőt? Hát mindenképpen szeretnénk gyerekeket, legalább 3-at, és legalább 2 fiút természetesen. Úgy terveztük, hogy a 3 gyerkőcöt szeretnénk. Talán a legidősebb akkor már olyan 20 éves lesz, vagy 19 éves, együtt tanulhatunk vele az érettségire, illetve mindenféleképpen szeretnénk majd úgy, ahogy ugye náluk is alakult, meg a mi családunkban is, hogy egy késői gyerkőcöt, hogy minél több ideig maradhassunk fiatalok. Hogy mi lesz 20 év múlva? Hát úgy képzelem el az életünket, hogy egy nagy családként szerepünk. Van egy hatalmas nagy kertes házunk, tele egy szaladgáló gyerkőcökkel. És hogy mi lesz 20 év múlva? Ugyanezeket fogom mondani.